Mónus József, többszörös világrekorder, tradicionális táblövű íjász idén árverésre ajánlotta fel egyik íját a Nyíregyházi Városbálon. Az itt befolyt összeggel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány támogatja. A hódító kupája, ugye tavaly rendezték meg Isztambulban, és ez egy óriási presztízsű verseny volt. Azt gondolom, hogy a történelmi táblővészetnek a egyik legjelentősebb versenye. Egy évet készültem erre a versenyre, ami arról szól, hogy bármilyen fonterőnél, tehát korlátozás, ijjerő korlátozás nélkül a legtávolabb kell lelőni a harcosoknak. Ez olyan szintű verseny, hogy például Törökországban 3-4 hónapig válogatják a legnagyobb lövőket, több mint 1000 lövő készül rá, hogy odaengedjék őket a versenynek a legjobbjaihoz. Tavaly én 428. lövő voltam körülbelül. És nem csak az a feladat, hogy legtávolabb előjünk, hanem egy bizonyos zónába, egy 70-80 méter zónába kell belőni a nyilvesszőt. És ez az íj, amit felajánlottam a kórháznak, az alapítványnak, áverése, ez arra volt való, hogy begyakoroljam, hogy ebbe a zónába mindig beletaláljak. Mónus József, Bece nevén a fehér farkas, mintegy 300 nyertes íjat őriz. A tavalyi megmérettetésen 72 méteres távolsággal győzte le a második helyezettet. A felajánlott íjra Varga Károly ígérte a legnagyobb összeget, őszintén íjászkodik és egyben gyűjtő is. A sajtótájékoztatón vehette át Mónus József íját. A licitáláson 115 ezer forint volt ennek az ára, Varga Károly végül ezt az összeget kiegészítette, és 150 ezer forintot adományozott a kórház alapítványának. A licitálás lényege igazából a kórház alapítvány támogatása, de ami a legfontosabb, hogy ennek a fantasztikus magyar embernek, aki tényleg a magyar zászlót emeli magasra azzal, hogy világbajnokságból és világrekordokat ér el, őtől szerettem volna megkapni egy olyan íjat, ami egy fantasztikus relikvia egy magyar ember számára. Tehát én ezt szeretném, és most már hál' Istennek köszönhetően ő neki is, illetve az alapítványnak is ennek az egésznek, hogy most már az enyém lehet ez az íj. Az alapítvány az árverésből befolyt összeget, 150 ezer forintot az öreged és méltóságáért elnevezési programra fordítja. Ezt idén indította az alapítvány. Ennek oka, hogy idősödő társadalom lévén egyre több idős embert ápolnak a kórházban, közölte Franz Mónika. A jövőben nagyobb összeget szeretnének fordítani a betegellátó osztályok felszereltségének javítására, illetve az időskorú lakosság számára indítanának olyan programokat, amelyekben arról tájékoztatják a részvevőket, hogy hogyan kell egészségesen élni időskorban, hangzott el a sajtótájékoztatón. Gyűjtjük a bevételeket, a fölajánlásokat, és egy nagyobb összegből tudunk venni. Amit elsődlegesen célul tűztünk ki, az szintén az ápolási szakértőkkel egyeztetve, hogy a betegek mobilizálására koncentrálunk. Tehát a gyógyulás alapfeltétele az, hogy a betegek minél könnyebben tudjanak kimozdulni, tehát hogy magukat el tudják látni, amihez mobilizáltságukat kell vagy kialakítani újra, vagy fenntartani. Az íj átadásán az is elhangzott, a felajánlás jó példa volt arra, hogy bárki segíthet és tehet a betegek gyógyulásáért.